250 éve mozdítatlanul álló műtárgyak kerülnek testközelbe a Csók István képtárban. A 100-nál több barokk festmény, szobor, ötvös tárgy és egyéb műtárgy nagy része mindeddig a Szent István bazilikában volt látható, több méter magasban. Ennyire közelről tulajdonképpen még mi sem láthattuk, a restaurátorok, művészettörténészek is csak most nézhetik meg hátulról a szobrokat, hogyan voltak rögzítve, hogyan voltak elkészítve. Az egész magyar barokk művészet szempontjából egy kiemelkedő műemlék. Szakítva a hagyományokkal, a tárlat a látogatókat a műtárgyak közvetlen közelébe engedi, a 21. századi technika pedig bemutatja mindazt, ami a kiállítótérben nem fért el. Kezdődött a székesfehérvári Szent István Székesegyház felújítását előkészítő kutatási projekt. Ez majdnem több mint fél évig zajlott. Körülbelül 20 szakember dolgozott benne, restaurátorok és legkülönbözőbb műemlékvédelmi szakemberek. A célja az volt ennek a kutatási programnak, hogy a tulajdonos, a székesfehérvári egyházmegye minél jobban, minél pontosabban elő tudja készíteni azt a több évig futó restaurálási programot, amire támogatást kapott. Amikor ez a kutatás lezárult, akkor Smuhai Andrással, az Egyházmegyei Múzeum igazgatójával összegeztük a kutatási eredményeket, és hát láttuk, hogy annyira érdekesek, annyira jók, hogy ebből érdemes lenne egy kiállítást is csinálni, és akkor jött a lehetőség, amikor Püspök atya úgy döntött, hogy bezárják a székesegyházat a restaurálás idejére. Ekkor a műtárgyak tulajdonképpen felszabadultak, és lehetőség nyílt arra, hogy elhozzuk őket, és tényleg szinte kézzel fogható közelségben megmutassuk a látogatóknak. Mindazokkal a tudományos eredményekkel, magyarázatokkal, amik az eddigi kutatások során előjöttek. Székesegyház az egész városnak és talán az egész országnak is egy különleges értéke. Amikor megszoktuk a templomot, és otthonosan érzi magát az ember benne, egy egyházi ember különösen, hiszen az életének egy jelentős része ott zajlik a templomban, és kikerülnek ezek a tárgyak, ezek a szakrális tárgyak ebből a környezetből, valami egészen más tudnak mondani, egészen máshogy tudják megszólítani az embert. Olyan részletek kerülnek az ember szeme elé, amelyek engem is, magamat is megdöbbentenek, és fölemelnek, az Isten felé emelnek. Örülök ennek a kiállításnak, hogy ez megvalósulhatott, és köszönöm a városnak, és köszönöm mindenkinek, aki ebben segített, és ezt a gondolatot megvalósulásában támogatta. Mert azt hiszem, hogy az a sok ember, aki ide reményem szerint el fog jönni, látogatást tesz, az lelkében is épülni fog. A barokk fölemeli az embert, megnyitja az eget, el akarja vinni az embert a jó Istenhez, a felette megnyílt égbe. Jó lenne, hogyha minél több ilyen élményt tenni jobbá a szívünket és az életünket. A kolozsvári Madonna kegykép másolatát is a bazilikában őrizték, itt újabb érdekességre bukkantak a szakemberek. Talán a legmerészebb, a legbarokkosabb vállalkozás a kiállításnak, ez a video mapping. Itt találkozik valóban a 21. századi vizualitás, a barokk kor vizualitásával. A kutatás eredményeképpen vált rekonstruálhatóvá ez a kápolna, ez a bazilika torony aljában a déli kápolna. Itt őrizték a kolozsvári Madonna kettkép másolatát, és feltárásra került a barokk freskó, amely körülvette ezt a kettképet, és így meghatározhatóvá vált a freskónak a programja, ami egy nagyon nehéz, nagyon sűrű, nagyon tartalmas ikonográfiai program. Ez Mária szerepe az ős történetben, a megváltás történetében. Amikor a barokk mester virtuóz módon egyetlen freskó egy kompozícióba összesűrítve tudott megfogalmazni, és hát mi pedig ezzel a videó mappinggel próbáltuk megidézni ezt a virtuózitást.
A freskót itt kivetítik a kép köré, a kiállítás emellett értő magyarázatokkal vezeti be a látogatókat a bazilika barokkori történetébe. Székesfehérvár idén barokk évet ünnepel, és a bazilika kincsei, a bazilika műtárgyai azok valóban méltók arra, hogy a barokk, magyarországi barokk művészetet reprezentálják. Székesfehérvár nem csak a középkori múltjára lehet büszke, hanem a városban több olyan barokk templom is van, ami közép-európai kitekintésben is nagyon jelentős műemléknek számít. Tehát az itt lakók jól ismerhetik, hogy mit jelent a barokk művészet, mindenki átélheti a barokk tereknek a műalkotás, a különféle műfajoknak az egybecsengését, összhatását, hogy ez milyen erőteljes. Azt is elmondhatjuk akkor tulajdonképpen, hogy így ilyen formában a tárgyak egyike sem volt látható, hiszen pont ettől különleges ez a tárlat. Igen, hát tulajdonképpen most közvetlen közelbe kerültek, ezek eddig egészen más szituációban voltak, magasan függő oltárképek, amiken kevésbé lehetett látni az alakokat, a szobrok szintén olyan közelségbe kerültek hozzánk. Azt reméljük, hogy itt a látogató megtapasztalja, hogy a barokk művészet nem is áll olyan igazán távol, vagy nem áll olyan távol tőlünk, mint ahogy azt képzelnénk. Azok a vizuális eszközök, amivel a barokk művészek dolgoztak, a túl felfokozott látványos túlzó vizualitás, ezek nagyon is ismerősek számunkra, hiszen nap mint nap hasonló trükkökkel, fogásokkal találkozunk. Ugyanakkor egészen más volt a célja ennek a művészetnek, ez nem olyan volt, mint ami minket érnek ezek a hatások, tehát nem vásárlásra, fogyasztásra ösztönző, nem a földre tapasztotta a tekintetet, hanem fölfelé irányított az örökké valóra. És hogyha az ember erre gondol, akkor érthetővé válik a túlzás, a felfokozottság, az a szenvedély, a lendület, ami hát jellemzi a korszak műalkotásait. Hogyha már a műalkotásoknál tartunk, akkor bizonyára vannak érdekes történetek is, amik kevésbé ismertek, de ezek is gondolom itt nyilván megismerhetővé válnak. Bárkit megkérdezünk a barokk művészetről, ragyogásra, pompára gondol. Ezek a dolgok nem érthetők, nem választhatók el, tehát a barokknak a szenvedélye nem választható el attól a vallásos érzelemtől, ami áthatott ezt a korszakot, nem választható el attól a korszaktól, amiben megszületett, tehát ez a török hódoltság utáni időszak, amikor nem csak egy fizikai építkezésről volt szó, építkezésre került sor, hanem lelki épülésre is szükség volt, és ebben a közegben alakult ki, fejlődött ki ez a művészet. Például az a gesztus egy ilyen történet, amely a bazilika építését elindította. Buflőr Gáspár jezsuita atya úgy tudta tettre kényszeríteni a város lakóit, tehát hogy megkezdődjön az újjáépítés, elinduljon az összefogás, a munka, hogy a templomban a szószéken nyilvánosan megostorozta magát, és ez a gesztus volt olyan erejű, olyan látványos, amely végül hát elvezetett odáig, hogy megépült a plébánia templom, és aztán emögé az ügy mögé állt Mária Terézia, és székesegyházzá emelkedett. A kiállítás attrakciói közé tartoznak a bazilika hatalmas mellékoltár képei. A Johann Ignác címbár freskói nagyon fontosak, egyedülállóak. Vincenz Fischer főoltár képe, Franz Anton Hillebrand főoltára, ezek mind a első osztályú műalkotások, úgyhogy ezek országos, sőt közép-európai rangú alkotások. Mi alapján épült fel a kiállítás? Honnan indulnak el a látogatók, és mi a tárlat koncepciója? A kiállítás a Csók István képtárban alapvetően az épület határozza meg. Ahogy belépünk, már a földszinten elkezdődik a tárlat. Itt egy első beavató rész a barokk év, székesfehérvári barokk évhez kapcsolódóan. Arról szól, hogy tulajdonképpen mi is a barokk. Ezt a székesfehérvári székesegyház műtárgyain keresztül nagyon jól be tudjuk mutatni, mik a barokk stílus általános jegyei, amiről felismerhető jellegzetességei. Itt kapott helyet a kiállítás apropóját magyarázó, a restaurálásról, a restaurátori kutatásról szóló kis blokk, ahol olyan tárgyakat mutatunk meg egészen közelről, amiken látszanak a kutatóablakok, látszik a restaurátorok előkészítő munkái, vizsgálatai, hogy hogyan készítik elő azt a több éves projektet, amit majd zajlani fog. Ezután a lépcsőház egy nagyon különleges rész. Tulajdonképpen itt a
igazi kiállítási tárgy nincsen, viszont Johann Ignaz Zimbál oltárképeinek részletei vannak kinyomtatva, és ez egy nagyon különleges hatású tér lett ezáltal. Még soha nem láttuk ezt az egyébként egyszerű lépcsőházat. A lépcsőház tetején pedig Szent István király fejerekéje fogad minket, nem az eredeti fejerekje, mert az az Egyházmegyei Múzeumban van, viszont az a barokk rács, az az aranyozott barokk rács, ami eredetileg a fejerekét védte a Székesegyházban, ez a Szent István király múzeumba került azóta, most viszont itt kiállítjuk, és egy olyan szituációban próbáljuk megmutatni, ahogyan eredetileg a Székesegyházban lehetett. A kiállítás két fő terme, az emeleti termek, az első a bazilika 250 évét mutatja be. Tulajdonképpen időrendbe próbáltuk elhelyezni a tárgyakat, és itt próbáltunk elhelyezni minden olyan adatot, ami a bazilika történetére vonatkozik egészen napjainkig, természetesen a barokk korszakra koncentrálva főként. Itt tehát a látogatók megtalálják az adatokat, elmerülhetnek egy virtuális túrában, amiben tulajdonképpen a templomot is láthatják, így tudtuk csak behozni magát a Székesegyházat, illetve a freskókat, amiket hát természetesen nem lehet kiállítani, de egy virtuális túra és nagy felületekre történő vetítések segítségével azért ezeket is felidéztük. A belső terem, a harmadik része a kiállításnak tulajdonképpen ez a legsűrűbb rész, itt van a legtöbb műtárgy, 4 mellékoltárkép, hozzátartozó predella képek, 6 életnagyságnál nagyobb szobor és még számtalan kisebb faragvány. Ez az a rész, ahol a látogató igazán elmerülhet a barokk műkincsek élvezetében. Igyekeztünk itt minden magyarázatot megadni ehhez. Az épület mai formája, ahogy itt most körülöttem látszik, javarészben a 18. század, kisebb részben a 19. században alakult ki, nyerte el ezt a formát. Ahhoz, hogy a felújításról tudjak beszélni, kicsit az időben előre kell ugranunk. Ugye 2014-ben volt egy hát elég kellemetlen hír, amikor kiderült, hogy a Székesegyház tetőszerkezete megrodjant, és életveszélyessé vált az épület. Ezt követően Magyarország kormánya és Székesfehérvár önkormányzata segítségével az Egyházmegye teljes külső felújítást el tudta végezni, amely 2016-ban ért véget, és egy nagyszabású ünnepséggel köszöntük meg a támogatóknak, a városnak a sok segítséget, és hát már akkor láttuk, hogy a belsővel is foglalkozni kell, hiszen egyrészt érintette a külső statikai probléma, tehát az épületnek a statikai problémái érintették a belsőt, másrészt pedig hát több mint 50 éve tulajdonképpen teljes belső felújítás, vagy teljességre törekvő belső felújítás nem történt, sőt valójában mondhatom, hogy az a program, amit aztán 2015-16 során, illetve egy kicsit még 17-ben is sikerült megterveznünk. Ez egy nagyon komoly kutatási program volt. Ez előre vetíti azt a előttünk álló több éves folyamatot, amelynek a végén a teljes Székesegyház belseje meg fog újulni. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a padlótól a körülöttem látható fantasztikus mennyezetképekig mindent szeretnénk eredeti pompájába helyreállítani. ...1866-ban nyerte el ezt a belső formát, amit most láthatunk. Nagyjából ez a műmárványozott felület, amit itt körben látunk a hajóban, ez akkor készült el. Itáliai mestereket hívott ide Pauer János, későbbi székesfehérvári püspök, akik a kor legmagasabb színvonalán készítették el ezt a szép burkolatot. A
18. században sem akárkik dolgoztak ebben a templomban. A mennyezet képeket Johann Ignaz Zimbál készítette, akit Bécsből hívtak Székesfehérvárra, illetve ugyanő festette az oltárképeket, amelyek most nem láthatóak itt a templomban, hiszen történetük során először kikerülnek ebből a térből, és Székesfehérvár, illetve a tágabb nagy közönség számára a Csók István képtárból megtekinthetőek. A 2017-ben mindkét kápolnában, melyek itt az előcsarnokból nyílnak, ásatást végeztek a Szent István Király Múzeum szakemberei, Reik Szabina régész vezetésével. Az ásatás során elég egyértelmű nyomokat találtok arra vonatkozóan, hogy az a bizonyos négy karélyos épület, amelyet minden fehérvár ismer a Székesegyház előtt, és a Székesegyházat megelőző középkori templom, valaha összekötetésben állt. Most ezt az összekötetést tisztázzák az épület előtt folyó ásatások során, illetve magát a négykarélyos épületet is tudomásom szerint teljes mértékben felterjek, de az biztos, hogy ez az épület, ami itt állt, az a középkori épület, ami itt állt a Székesegyház helyén, az tovább folytatódott kelet felé, tehát ahol most állunk, körülbelül ezen a ponton lehetett annak az első szintén két tornyal rendelkező templomnak az apszisa, amelyet megpróbálnak most a régészek megfogni. Tehát tulajdonképpen az utolsó hiányzó láncszem itt a már elbontott padok alatti burkolat alatt található, amellyel remélhetőleg a régészek be fogják tudni bizonyítani, hogy itt Székesfehérvár belvárosának közepén, tehát a belváros legkiemelkedő pontján egy gyönyörű, nagyméretű, nagy kiterjedésű középkori templom állt, amelynek a kontúrját, amelynek a körvonalait, alapját talán most először meg is fogják tudni találni, dokumentálni fogják, és innentől kezdve ez közkincsé tud majd válni. Ezen a területen helyezkedett el a templom körüli temető, itt egy részlete látható ennek a temetőnek. Sűrűn temetkeztek a templom körül, hiszen igyekezett mindenki a szent hely, a szent épület köré temetkezni. Ezen kívül nagyon hosszasan temetkeznek, tehát több évszázadon keresztül, emiatt nagyon sűrűek a temetkezések, valamint óhatatlanul beállásnak a korábbi elődöknek a sírgödébe, ezért van az, hogy idézőben egymás hegyén hátán vannak a csontvázak. Ezek a sírok a késő középkortól egészen a barokk koron át előfordulnak. Számos esetben találunk mellékleteket, így például a késő középkori sírokból a fiatal elhunyt nők fején pátával díszítették, vagy pedig a barokk kori sírokból nagyon sok esetben rózsafüzét találunk zarándok jelvénnyel kereszttel. Hagyomány szerint itt tehát egykor Géza négykarélyos temploma, és folytatódnak itt a bazilika környékén a feltárások. Milyen jelentős eredményekről tud beszámolni?
Az ásatások során teljesen új információkat nyertünk a terület történetéről. A korábbi időszakokban már voltak a területen kisebb kutatások, de ekkora nagy felületű feltárás és ilyen mélységben történő kutatások még nem zajlottak. A mögöttem látható területen, a Városháza és a Székesegyház közötti területen sikerült a korábbi ispáni, később vagy királyi várnak a erődítés falait megtalálni, valamint egy nagyobb épületnek is a fal maradványait, 4 darab pillér talapzattal együtt. Ezen kívül a felém közelebb eső területen pedig az itt álló 2 egyházi épület, a Szent Anna kápolna, illetve a mai Szent István Székesegyház középkori előzménye körüli temető részleteivel. Valamint közvetlenül a Székesegyház falai előtt lévő területen kriptákat, valamint falszakaszokat sikerültünk, amely a 2 templom, tehát a 4 karéos, valamint a Székesegyház középkori előzménye közötti részleteihez kapcsolhatóak. Akkor elmondható az, hogy ebben az időszakban jelentős építkezés zajlott itt? Nagy épületekkel jelentős beruházás lehetett akkor annó? Igen, egyértelműen látszik a falakból, hogy több építési periódussal van dolgunk. Ez látható a habarcsukból, a falazási technikákból, a falvastagságból. Sajnos azon belül pontosan megállítani, hogy mely századokban történtek ezek az építkezések, nem tudjuk, hiszen az ezeket keltező rétegek a több évszázad bolygatásai során eltűntek. Azt le lehet szögezni, hogy a középkorban valóban több építkezés zajlik ezen a területen, jelezve azt, hogy igen frekventált részen vagyunk. A sírokból előkerült emlékek szerint az is elmondható talán, hogy a katolicizmus is erős volt ebben az időszakban. Igen, a barokkori sírokból jelentős számból kerültek elő rózsafüzérek, zarándok jelvényekkel ellátva, tehát jelezve az, hogy ebben az időszakban virágzott a zarándoklat is. Ezen kívül érdekességképpen előkerült egy janzenista feszület töredéke is, amely a jezsuitáknak volt egy irányzata, ez a janzenizmus. Csodálatos székesegyházunk, van egy csodálatos történelmünk, mind a kettő elképzelhetetlen a kereszténység nélkül, és természetesen ennek művészeti megjelenése nélkül is. Ez is az egyik ötlet volt, hogy miért szerettük volna 2018-at a barokk évének nyilvánítva ezt a fehérvári barokk csodát bemutatni. És közben pedig Magyarország kormányának köszönhetően kiderült, hogy lesz forrás bazilika a székesegyházunk belső felújítására is, és köszönet az egyházmegyének, püspök úrnak, az egyházmegyei múzeumnak, hogy a lehetőséget megteremtették, hogy nem restaurálásra és raktárba kerültek ezek a csodák, ezek az értékek, hanem itt a csókképtárba a következő hetekben meg lehet nézni teljesen más perspektívából, más közelségből, testközelségből ahhoz képest, mint ahogy a Székesegyházban szoktuk látni és csodálni ezeket a tárgyakat. Én úgy gondolom, hogy van természetesen lelki jelentősége, van értéküzenete, és önmagában is egy csoda, amit itt meg lehet tekinteni. Úgyhogy itt azt gondolom, erről nem beszélni kell, hanem ezúton is invitálok mindenkit, jöjjön el és nézze meg olyan tárgyakat, olyan közelről, amit korábban nem láthatott, és amikor majd a felújítás befejeződik, és ezek a tárgyak a restaurálást követően visszakerülnek a Székesegyházban a helyükre, elfoglalják ezt a helyüket, akkor megint csak távolról fogjuk tudni csodálni. Használjuk ki, hogy most közelről is megtehetjük ezt. A Szent István Királyi Múzeum és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiállítása a Barokk Mennyország egészen október 23-áig látogatható a Csók István képtárban.